Ma egy könnyed nyári reggelit hoztam nektek, rágsalátát fogok készíteni, amihez szénhidrát csökkentett peknit fogunk pirítani. Egy 26-30-as tisztított tigrisrákot hoztam, ami megtalálható a matuszvad kínálatában. Ez teljesen tisztított, 20% védőjég réteget tartalmaz. Garnélával mindösszesen annyi a dolgunk, hogy egy erénybe rakunk vizet, megsózzuk és feltesszük főni. Forrástól számított, 1-2 percig főzöm, amikor elérték ezt a gyönyörű szint, akkor egy szűrő segítségével leszűröm. Ráksalátánkhoz készíteni fogok egy alap majonézt. Szétválasztom a tojásokat, nekünk csak a sárgájára van szükség, picit sódolunk a sárgájához, és mindenképp szükségem valamilyen savra, olyan esetben citromlevet fogok használni. Elkeverem. Majonéz készítésnél nagyon fontos, hogy az olajat nagyon vékony sugárban csorgassuk a tojás sárgájához. Mindig csak annyit, amennyit éppen fölvesz. Közben folyamatosan keverjük. Látni, ahogy gyönyörűen egynemű sörött. Ebben a fázisban már nyugodtan adagolhatjuk bátrabban is az olajat. Mindig egy picit, amennyit éppen fölvesz. Elkeverjük, majd megint adagoljuk. Elkészültünk a majonézzel, ízesíteni fogjuk reszelt tormával, mehet bele a majonézbe. Friss kaprot használunk, nagyon-nagyon fontos a friss fűszernövény, nagyon jó karaktert ad az ételnek, amilyen finomra csak tudjuk. A kapor általában remekül illik a garnélákhoz. Sózzuk, egy kis fejvörös hagymát, nagyon finomra vágok. Keverem, borsot darálok bele, és hozzáadom a maszkarpónét. Majd az egészet simára keverem. Citromlével ízesítem. Elkészültünk a kapros tormás alappal, megfőztük a garnélát, mindösszesen annyi dolgunk van, hogy nagyobb darabokra vágjuk és összekeverjük. Szép rusztikusra. Az összeaprított garnélát belerakom az alapunkba, majd könnyen mozdulatokkal beleforgatjuk. Érdemes egy 2-3 órára hűtőszekrénybe tenni, hogy összeérjenek az ízek. Ráksalátánk alapjához egy 250 g-os szénhidrát csökkentett peknit hoztam. Teljesen készre sütött termék, mindösszesen annyi dolgunk van vele, hogy kiveszük a fagyasztóból és hagyjuk, hogy kiolvadjon. Szendvicsünkhöz egy serpenyő segítségével meg fogom pirítani a kenyérnek a felületét. Gyönyörűen megpirult a kenyerünknek az egyik oldala, és megfordítjuk. Ha tetszett a videó, lájkolj minket, iratkozz fel a csatornánkra, és egy kattintás után szállítjuk is az alapanyagokat.